Öt házas ember ült együtt a tiszára kilúgó kerti lugosban a jégbe homoki mellett. Szép asszonyokról beszélgettek, kivételesen azonban nem a szomszédéről, hanem ki a magáéről. Mivel ebéd óta itt dogáltak, hát alkonyatkor már nagyon okosnak és fontosnak találtak mindent, amit mondtak. A fél házassági politika szűrődött össze a fejtegetéseikből, a feleséggel való célirányos bánás mód elmélete. Az elméletük persze abban a tételeben csúcsosodott ki, hogy könnyű volna jó férnek lenni ha az az, hogy mindig azt tenni, amit az ura kíván. A hölgyek az semmi rosszat nem sejtve beszélgettek a házban. A háziasszony jel kamráját bámulták éppen. Ez a kamra arra volt berendezve, hogy a háziak 10-12 vendéggel együtt zavarban ne jöjjenek, ha valami előre nem látható természeti katasztrófa, netán elsüllyeszteni a világ összes vegyes kereskedéseit, cukrász és hentes boltjait. Most odakünt a kertben egy fekete bajszú fiatal férj vette át a szót. Fő dolog, hogy az asszony megértse a különbséget, amely a nő és a férfi becsülete közt van. Ezt úgy értem, hogy ha én például a kokáért reggelig pesgőztetem a bajai színésznőket, abból nem lesz kára a feleségem becsületének. Tán haszna is lesz, mert meg lehet, hogy veszek neki egy sejemruhát. Fő dolog, vágott közbe egy kövér és jóképű úr, hogy az asszonynak mindig jó kedve legyen. Én utálom a könnyeket és a jeleneteket. A feleségembe beleszerettem, mielőtt még láttam volna, csak a nevetését hallottam egy nyitott ablakon keresztül. Az asszony azért van a világon, hogy ne vessen. Most belekeveredett a vitába egy soványarcú, Ádám csutkás ember is. Minden azon fordul, hogy az asszony ne feleljen vissza. Gondolhat magában, amit csak akar, csak ne feleljen vissza, mert minden baj abból származik, ha hirtelen haragú a férje. Pedig a legtöbb búrján ember hirtelen haragú. Végre megszólalt Gyura a házigazda, a nemes csajkások között neki volt a legszebb birtoka és a legnyalkább fogatja. A vadászpuskával senki nem tudott bánni úgy, mint ő, de inni is igen szépen tudott. Természetes tehát, hogy asszonyok dolgában is őt illette a döntő szó. Fő dolog, mondta, hogy a jó férj mindig Megőrizze tekintélyét az asszonyjal szemben. Ez persze sem gorombáskodással, sem meglapulással nem lehet elérni, hanem csak úgy, ha mindig igaza van. Az asszony, még a legharapósabb is, előbb-utóbb még csak meghajlik a férje elkörcsi fölénye előtt. Itt van például a kokert az én dusám. Szerémségi leány és annak ugyancsak puskaporos a vérük. Mindjárt hat héttel a lakodalmunk után bokkolni kezdett. Ha én akkor túl keményen fogom a zablát, vagy odaengedem neki, hát biztosan árokba jutunk. Én azonban nem vesztettem el a fejemet, hanem türelemmel és kitartással odavittem a dolgot, hogy végül Dusa maga is igazat adott nekem, és azóta szent köztünk a béke. Szóval kiültem a bokkolását. Hogy csináltad? kérdezte az Ádám csutkás úriember. Hat héttel az esküvőnk után az asszony kedves kedve szottyant, hogy átszalad a szerémségbe és meglepi az édesanyját. Jó van lelkem, mehetsz, a lóvai mépp most ráérnek. Úgy mondta, hogy éjszakára marad csak odát, kedden délben már itthon lesz megint. Mielőtt kocsiba szállt volna, a nyakamba kapaszkodott, és így szólt hozzá. Úgy egy ura nem fogsz éjszakázni a legénykori lump cimboláiddal. Halára szégyelni magamat, ha kötni valók eldicsekednének vele, hogy hat heti házas élet után már visszakívánkoztál megint közébük. Nyugodt lehetsz, mondtam. Korán megvacsorázom az arancsillagban, tízkor már ágyban leszek. A becsület szavadra ígéret? kérdeztem. Ha éppen akarod, hát legyen. Erre jókedvűen elhajtatott. Este szép szolidan megvacsoráztam a csillagban. Három deci bort ittam parádió, szavamra mondom nem több. de hát mit tesz az ördög, mikor épp indulóban vagyok, becsörtetnek a szabadkai huszárok, akiknek csak tartalékos nagy vagyok. A csáktornyai hadgyakorlatra mentek, és két napi pihenőt tartottak a városunkban. Egyik is mond valamit, a másik is... Az is hozzát egy üveg pomerét, magam is hozatok egyet. Nyáron nem szeretek inni, mert már a harmadik butéliánál rávírad az emberre. Szó, ami szó, mikor hazamentem, szökve mentem, az utcán már az iskolás gyerekek jártak. Hét óra lehetett. Az udvaromon két mosónét látok. Azt mondom nekik, hallják maguk azt, délben megint a feleségem, de ha maguk azt mondják neki, hogy láttak engem reggel az, hogy nagyon lövöm magukat. A szobában ott találom a szobáját, nagy szemeket mereszt rám. Te, mondom neki, ha kérdi a feleségem, mikor jöttem haza, hát azt mondod neki, hogy hétfőn este három 10 tízkor, ha mást mondasz, akkor téged is agyonlőek, ekkor megmozdul valami a nagy ágyban, és az én dusám ott fekszik a két pántlikás paplan alatt. Egy héttel később tudtam csak meg, hogyan került a paplan alatt, olyan váratlanul, hétfő délben már ott volt az édesanyja portáján, a mámi nem volt otthon, mert a karlócai leányát békítgette éppen az urával. Dusa tehát, tüstént fogadott, és áltott lovakkal hazarepült hozzám. Hétfőn este tizenegykor már ágyban feküdt a lelkem. Jézus Mária, szent száva kiáltotta most olyan hangon, hogy meghallhatták a nagypiacon is. Miféle pogány emberhez adott engem az én szegény jóanyám, Nem elég, hogy megszegi a becsület szavát, és világos reggelig iszákoskodik, holmi rongyon szedett kórhelyekkel most még fellázítja ellenem a tulajdon cselédeimet is. No, de hát úgy kell nekem, hiszen tudhattam volna, hogy iszákos emberhez megyek, hogy sírás lesz a sorsom. Az egész világ óvott tőle, mondták, hogy kutyából nem lesz szalonna, botból nem lesz beret, vagy én nem hallgattam rájuk. Pedig hozzámeltem volna egy táblabíró is, aki két esztendő múlva már kúriai bíró lesz, méltóságos azt, hogy lehetnék, és tisztességben érzik, és te ember, hogy állasz most előttem? A te becsület szava csak annyi, mint a háromnapos perec. Nem sül le a pofádról a bőr. Hát férfi vagy te, úri ember vagy te? Ennek az elmondása, az neki persze fél annyi idő sem kellett, mint nekem, még vagy negyed óráig beszélt. Mondhatom, alaposan ellátta a bajomat. Annyi becsületet sem hagyott rajtam, mint a hajóhúzó lovon. Én így okoskodtam meg, amiben óra most fordul meg a te sorsod. Ha rajtad szárad, hogy megszekted a becsület szavadat, akkor holtig mindig az asszonyi lesz az utolsó szó. Nyugodt, de erélyes hangon így szóltam tehát. Bolondokat beszélsz, drága, mint tegnap este három gyert, tízkor hazajöttem, és azóta egy tapottat sem mozdultam a házból. Te? Már mint te? visított Dusa. És hol aludtál, ha itthon voltál? Ott hát, mutattam az ágyra mutatva. Dusa haragosan paskolta a tenyerével az érintetlen párnát. Jancsi! Miska! Kötözzétek meg a nagyságos urat, megháborodott, és mindjárt vért fog ontani. Ezt persze nem félemében, hanem mérgében mondta. Édes galambom, mondtam eljön az az idő, amikor belátod, hogy igazat beszéltem, és akkor önként bocsánatot fogsz tőlem kérni. Azzal megfordultam a sarkomot, és visszamentem az aranycsillagba. A tiszti kompánia még együtt volt kapitánytól lefelé, észre se vették, hogy megszöktem. Tisztig gidogált, még, azután kihajtottunk a révi csárdába villás reggelihez. Aki álmos volt, az alhatott a frissen kaszált szénán, többiek halászlét főztek, és csárdás két kisasszony lányával mutat, mulatt. Estig nagyon jó megvoltunk, akkor már megszaporodott a kompániánk a vármegyi kórhelyekkel, úgy jöttek a bor mint a muslincalé. Lampionokat gyűjtöttünk, és parasztbát rendeztünk. Arrafelé nagyon ügyesek a lányok. A második négyest rendeztem éppen, amikor valaki azt mondja nekem, hogy menjek a pajta, meg egy két asszony akar velem beszélni. Ott találtam a bicskámat a szürkékkel, rajta a feleségem meg a szurbalánya. Jura! Mondja az asszony, teste, gyere haza! Szívesen, mondom én, de csak egy föltétel mellett. Kijelented a becsület szavadra, hogy én helyét főn este háromnegyed tízkor hazamentem, és azóta ki sem mozdultam a házból. Megbolondultál, pattok Az én becsület szavam nem háromnapos perec. Másképp nem megyek. Na no, hát akkor utoljára is láttál ebben az életben? Azzal elhajtatott. Én pedig tovább rendeztem a négyest. A kisebbi csárdás leányjal táncoltam, akit megtettünk Lady Patronesnek. Reggel a tiszturaknak el kellett búcsúzniuk, még aznap átkeltek a Dunán. Az összeberődött civil kompáni azonban csapatosan megrohant a Pertics bandi házát, ahol úgyból kezdődött a dáridó. A cigány már kidőlt, fogtunk azonban egy tamburás bandát, és azzal muzsikáltattunk magunkat. Szerdán este eljött a feleségem szobaleánya, és jelentette, hogy Dusa befogadott, és hazament az édesanyjához. Jöjjek most már haza, úgyse fogom többet látni a feleségemet. Hát nincs otthon az asszony, akkor semmi cél, hogy abba adjam a mulatságos mulatságot. Ere egy fiam, és vigyázzatok a házra. Péntek este már szárazra ittük az egész Pertics portát, akkor valakinek az a gondolata támad, hogy menjünk be az arany csillagba és főzessünk kórhelylevest. Igaz, kórhelylevest sehol nem tudnak olyan jó főzni, mint a csillagban. Ott találtuk a horvát zsidások két svadronját. Ők is csáktornyára készültek. Egy pár jó barátunk is volt köztünk, így hát előről kezdhettük a mulatságot. A tamburások is kidőltek, már akkor találkoztunk azonban, találkozott azonban egy sváb trombitás banda. Valamit aludtam megint a fogadóban, azután átöltöztem Simovics Pistánál. Abban állapodtunk meg, kivesszük a dzsidások, kivisszük a dzsidásokat is a rébi csárdára, halászlére. Akkor már szombat reggel volt. Éppen kocsira akartam ülni a csillag előtt, sváb banda már elhelyezkedett egy szénasszekéren, amikor valaki megfogja a karma. A feleségem volt. Akarok én neked valamit mondani, Gyura. Mi az édes lelkem? Te hétfőn este háromnegyed tízkor jöttél haza, és azóta ki sem mozdultál mellőre. Becsület szavadra? Becsület szavamra mondom. Akkor gyerünk innen dusa. A csidások nem akartak elereszteni, egy kapitányuk kardot húzott rám, egy kadétjuk pedig letérdelt és sírva kért, hogy főzzek nekik halászlét. A civil korhelyek pedig azzal ijeszgettek, hogy örök időkre diszkvalifikálom magam, ha most hűtlenül elhagyom a fölbiztatott kompániát. Én azonban mégis hazamentem. Le is dőltem mindjárt, egy kicsit szúnyolkáják, és amikor fölébredtem, megtudtam dusától, hogy már megint hétfő van. – No látod! mondtam. Több ilyen potomság nem is adta elő magát.